El szeretném mondani, hogy ugye a tanítványoknak, aki szeretné megtanulni, természetesen elkészítem a személyre szabott háromlábú kis széket. Ugye első a szellemidézés, amire lehet használni. Ezen kívül még nagyon sok mindenre megtanítom a kedves érdeklődőket. Például az átkokrontások levételére. Sajnos nagyon sok emberen uralkodik átokrontás, negatív energia, és ezáltal sikertelenek az emberek, mert ez a negatív erő, ez egy visszatartó, visszahúzó erő, és sajnos így sikertelenné és balszerencsésekké válunk. De az általam használt módszer segítségével ezt meg lehet szüntetni. Hála Istennek mindenre van egy megoldás. Erre is van egy megoldás. Ezen kívül meg tudom tanítani az szerelmi kötésre és a szerelmi oldásra, ami azt jelenti, hogy vissza tudjuk kapni az elvesztett szerelmünket. Vissza tudjuk kapni, és boldogan tudunk vele tovább élni. Aztán el tudjuk készíteni a szerelmi bájitalt. A szerelmi bájital az egy nagyon-nagyon régi, szinte lehet mondani, hogy egy ősi anyag, ami hatást gyakorol a másik félre, és visszatér hozzánk, ha ugye elvesztettük a szerelmünket. Aztán meg tudom tanítani a pénzmágiára, hogy kell a pénzmágiát megcsinálni, ami által bevonzzuk az anyagi szerencsét, az anyagi jólétet. Megvan a technika mindenre, úgyis ezt mind az univerzumból és a szellemvilág segítségével tudjuk használni. A védelem. A védelem is nagyon fontos, mert ugye, ahogy a pozitív, ugye a negatív erők is működnek egy ilyen szeánszon, de ha megvan a védelmünk, kialakítjuk a védelmet, és ugye feltöltött, avatott eszközzel dolgozunk, akkor megvan a védelem. Védekezni tudunk minden átoktól, rontástól, negatív energiától, és aki részt vesz egy ilyen szeánszon, és ugye a keze rajta van, annak pedig a székben levő energia biztosítja a védelmet. Úgyhogy hogy nem kell félni, mert akinek megvan a megfelelő energiaszintje, és van egy avatott eszköze, annak semmitől nem kell félni, szabadon lehet vele dolgozni, és minden baj nélkül, minden hátrányos következmény nélkül a kapcsolat felvehető a szellemvilággal, és nagyon-nagyon sok segítséget lehet tőlük kapni, hisz már 28. éve végzem ezt a munkát, és hála Istennek semmi baj, jól vagyok. Sokan keresnek, sokan megfordulnak nálam, sokan kérik a segítségemet, és természetesen akinek tudok, mindenkinek segítek. Aztán van itt még valami, a házak tisztítása. Sokan meghívnak a házukba, mert furcsa, nem oda illő dolgokat érzékelnek. Például leesik egy olyan dolog, aminek nem volna szabad leesnie. Megmozdulnak olyan tárgyak, aminek nem volna szabad megmozdulnia, és érzik, hogy valaki rajtuk kívül még a lakásban tartózkodik. Ott az lehet pozitív, és lehet negatív energia. Ha félelmet okoz, tehát megijedünk, félünk, akkor valószínű, hogy negatív. És ha az mellett még egy ilyen hűvös érintést is, egy hűvös, tehát leül a levegő körülöttünk, az negatív energia. És ezektől a negatív energiáktól tudom megtisztítani a házat, vagy a lakást. Ott egy úgynevezett tükörcsapdát kell készíteni, tükörbe kell ejteni ezt a negatív energiát, és ki kell hozni a házból. Utána a házat be kell imádkozni, fel kell tölteni pozitív energiával, energiamécsest kell használni, ami feltölti a lakás vagy a ház légterét pozitív energiával. És így szűnnek meg ezek a úgymond ijesztő dolgok. Köszönöm szépen!